Erdélyi Sepsiszentgyörgyi Színház műhelynek vagyok a színésze, az Osonó Színház műhelynek. Minket kért meg Árpád, Schilling Árpád arra, hogy segítsünk nekik a gyerekek moderálásában, egyáltalán gyűjtésében. Ő kért egy 60 fős gyerekcsoportot, amiből majd ő tud válogatni különböző erdélyi területekről. Hát egy részüket már ismertem azelőtt, mert vagy hát én tanítok is egy színházi iskolában, ott Szentgyörgyön. Akiket nem is ismertem, hogy közel állnak, mert vagy onnan jönnek, ahol én születtem és felnőttem, vagy ahhoz közeli falvakból, úgyhogy közel állok hozzájuk eléggé. Emiatt nagyon jó, nagyon szeretek velük dolgozni, nagyon szeretnivalóak a problémáikkal, a kibírhatatlanságokkal együtt, nagyon, nagyon közel állnak most már hozzánk. Hiszen nagyon-nagyon nagy változáson mentek keresztül már. Hát először is a bátorságok, a saját maguk felvállalása szerintem valami egyedülálló. Tehát ahogy az árvák vagy a cigánytelepről érkezett cigánysrácok elkezdték magukat felvállalni, elkezdtek nyitottan beszélni témákról, akár a hitről, vagy akár arról, hogy az ő szülei most nincsenek, vagy hogy milyenek. Az ő családjuk és hogy vannak ezek a különbözőségek egymás között. Ez az első pillanatban, hát nem is tudom, hogy mondjam, biztos el tudod képzelni, mikor ide jön egy elit családból egy elit lány, aki még soha nem volt még a belvároson kívül sem, és ide jön a cigánytelepről az 5-6 cigány. És amikor ezek így megnézik egymást, akkor rögtön van egy valami feszülés. És ez volt az első táborban itt ott Szentgyörgyön, hogy megérkeztek a gyerekek, ugye voltak ilyen csoportok, ilyen klikkek, és így érződött, hogy így vibrált a levegő, annyira így gyűlölték egymást, nézték, hogy egy folyosón úgy álltak emberek, hogy éreztük, hogy mi lesz ebből. És ahhoz képest most ebben a 16-os társaságban nem tudnám eldönteni, hogy most ki milyen családból jön, vagy ki most milyen háttérrel rendelkezik. Már annyira felszabadult és nyitott mindenki, és egymást ölelgetik, és együtt járkálnak a városban, hogy szerintem elképesztő. Tehát én csak azt látom, hogy a színház az valami olyan erővel hoz közel egymáshoz embereket, ami még nekem is, pedig foglalkozom vele elég gyakran, de nekem is így azért megdöbbentő. Azt hiszem az elfogadás, a különbözőségek elfogadása volt a legnagyobb változás közöttük. Én egy hívő, egy keresztény ember vagyok, egy egyébként is, és ez, hogy én egy papot, tehát az egész, hogy egy ilyen budapesti környezetben, amiről tudok sokat, Árpáddal is rengeteget beszélgettünk erről, egy ilyen helyzetben egyszer csak bejövök egy ilyen pappal, hogy bejön egy ilyen pap, és hogy ezt képviselhetem, és hogy ez a feladatom, hogy képviseljem ezek előtt a trafóban, a szakma előtt azt, hogy létezik a hit, és igenis a gyerekeknek fontos az, hogy kapcsolódjanak valamihez, ez nekem egy nagyon fontos lépés volt, úgy érzem az életemben. Mert pont most volt egy olyan szakasz, vagy van egy olyan szakasz, amikor egy elhalni látszott, hogy úgy most már úgy nehéz is volt nem csak felvállalni, hanem úgy meg is élni ezt a fajta életmódot, hogy a hitel csak a templom, és Isten, és hogy kiállni mellette, és kicsit bele is fáradtam. Így mostanában. De most ez a pap egy olyan, hogy hát ezt meg kell csinálni. És akkor hinni kell benne. Tehát csak úgy lehet megcsinálni, hogyha hiszek benne. És én tényleg azt gondolom, és ezt is gondolom, csak hogy ezt most még jobban ezt gondolom, hogy a gyerekeknek esélytelen, kilátástalan az életük hit nélkül, és az isteni gondviselés nélkül, vagy egyáltalán a befele fordulás nélkül. Tehát szerintem lehetnek szellemileg nagyon magas szinteken, lehetnek nagyon jó anyagi környezetben, egyszerűen egy csendesség és egy ilyen önmaguk vizsgálata nélkül szerintem képtelenség bármit is elérni az életükben. Tehát ez, hogy én ezt képviselhetem, ez nekem most nagyon fontos. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez így emberileg hát megerősített, vagy úgy egy ilyen erősebb, szilárdabb talajt adott a lábam alá.